Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Russin Szendi Romulus, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ha megengedi, akkor van egy vendégműsorvezetőnk is, őt is szeretettel üdvözlöm, Nagykövet úr! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Nagykövet úr! Nagy nap ez a mai. Köztársasági elnök asszony tegnap az osztrák fővárosban tárgyalt, Budapesten a miniszterelnök grúz elnökkel tárgyalt, tehát energia lesz, most már csak béke kéne, hogy legyen. És miért is annyira fontos most, hogy béke legyen? A zsidóknál a Tóra, a Biblia, az Új Szövetség heti szakaszokra van osztva. És az aktuális heti szakasz az Noé, azaz Noé bárkája. Na most Noé, hogy megtudja, hogy mi történik kint, elengedte a galambot. A galamb még úton van. Mi várható? Mit fog hozni ez a galamb nekünk? Hát a galambot már nem használjuk, de azt kell mondanom, hogy köszönhetően a saját hírszerzésünknek, a szövetség hírszerzésének tudjuk monitorozni, hogy mi történik a világban. Nyilván nekünk a feladatunk itthon a Magyar Honvédségnek, hogy felkészüljünk a legrosszabbra, és a miniszter úr kiadta a parancsát a nyár elején, hogy ezt a fejlesztési folyamatot ezt gyorsítsuk fel. Nagyon nehéz most megjósolni, hogy mi fog történni a következő napban, a következő héten, vagy a következő hónapban, hiszen kiszámíthatatlan mozgásokat, nem racionális döntéseket látunk a világ számos pontján. Úgyhogy nekünk egy dolgunk van, valóban a Magyar Honvédséget olyan helyzetbe hozni, hogyha szükség van ránk, akkor a lehető legrövidebb időn belül tudjunk reagálni. Ezt tesszük. Ezekben a percekben az izraeli honvédelmi miniszter éppen Isztambulba tárgyal török kollégájával, a NATO oszlopos tagjával. Miről beszélhetnek? Hát ezt tőlük kell megkérdezni. Ugye nekem az a szerencsém, hogy én a miniszterelnökökkel, miniszterekkel kevésbé tartom a kapcsolatot nemzetközi szinten. Az én dolgom az, hogy a vezérkarfőnökökkel építsek egy olyan kapcsolatot. Mind a kettő korábban vezérkari főnök volt. Ez jellemző világra egyébként, hogy egyre többen a haderőből kerülnek később országvezetői pozícióba. Ilyen volt nálunk is, hogy a Benkő miniszter úr korábbi vezérkarfőnök, hiszen a szakmai tudásra szükség van. De hiszen most már egy másik székbe ülnek, úgyhogy az én dolgom az, hogy olyan kapcsolatom legyen a vezérkarfőnökökkel, hogy ha bármi történik, akkor meglegyen az a személyes kapcsolat is, hogyha felveszem, vagy felhívom, akkor A. vegye fel a telefon, B. őszintén válaszoljon. Nekünk ez a dolgunk, tehát arról mindig van információm, hogy a vezérkarfőnökökhez milyen információ vagy parancs csapódik le, nyilván nem mindegyiket oszthatom meg, csak azt kell mondanom, hogy a szomszédos országok vezérkarfőnökével minimum évente találkozom személyesen, nem beszélve azokról a szövetségi találkozókról, amikor közösen is találkozunk, és természetesen sok időt töltünk együtt, akár az EU-ban, akár a NATO-ban. És az sem véletlen, hogy találkozok olyan vezérkarfőnökökkel is, akik nem feltétlenül a szövetség tagjai, hiszen látunk... Együtt is dolgozik kettővel, aki nem a szövetség tagjai, egy magyar bázison és a katonáival is. Ilyen is van, igen, és azért megyünk el a világ másik, hogy meg kell érteni azt a nézőpontot, álláspontot, ahogy ők látják onnan a világot. Mert mi itt hozzászoktunk, hogy néz ki Európa térképe, meg a világ térképe, mi így rajzoljuk. Ezt a közel-keletről, Afrikából, vagy a amerikai kontinensről, ez teljesen máshogy látszik. Mielőtt tanult kollégámnak átadom a lehetőséget, hogy foggassa ön. Láttunk egy tévébejátszást, amit az Al Jazeera-tól a BBC-ig mindenki rongyossá vetített. Én oroszul próbáltam megérteni, nem sok sikerrel. Az orosz haderő egy gyakorlatot hajtott végre, ki is lőtt egy rakétát, hála az örökkévalónak, ez csak egy üres rakéta volt, és nem volt nukleáris töltete. Hát a kütyük, amiket láttunk, azok eléggé nem a 21. századat tartalmazták. De hogyha abba igazi töltet lett volna, akkor lehet, hogy most mi nem ülnénk itt, mi várható e téren, és hogy vagyunk erre mi egyáltalán fölkészülve, ha erre föl lehet készülni? Fel vagyunk készülve, hál' Istennek szövetségtagjai vagyunk, de a legfontosabb az a nemzeti képességépítése. Az, hogy a tévékben mit látunk, az egy másik történet. Ez Putyin elnök utasítására. Ő is egy képernyőn nézte ezt végig. Hát természetes, de ugye azt szoktuk mondani, hogy a háborúkat nem katonák kezdik, és nem ők
nem is ők fejezik be. Viszont ugye DIME-nak hívjuk ezt, van ez az amerikai pénznem, a Diplomacy, Information, Military and Economy, tehát ennek az összessége fogja meghatározni, hogy egy háború milyen és meddig tart. Ebben az információs rész, amit most az Al Jazeera-ban, az összes többi tévében mutattak, ennek oka van, hogy miért mutatják és miért azt mutatják. Ez nem jelenti azt, hogy az van, csak az van, úgy fogják használni és azt fogják használni. Ez nyilván a befolyásolás, hiszen a Clausewitz-i Trinity az mindig igaz. Egy háború addig működik, amíg a kormányzat, a társadalom és a haderő, annak az egyensúlya megvan. Nyilván az információs műveleteknek egy jelentős része pontosan arról szól, hogy a társadalmat és a másik kormányzatot, illetve saját társadalmát és saját kormányzatát valahogy milyen módon befolyásolja. Úgyhogy nem kell mindig elhinni azt, amit a tévében látunk. Hál' Istennek itt őszinte emberek vannak, tehát itt, ami elhangzik, az biztos vagyok benne, hogy A. szakmai, B. igaz. Ez nem mindegyik média. Ezer szűrőn átvisszük ezt. Akkor engedje meg, hogy itt van nagykövetünk. Van kivétel, egy kis reklám, hogy ami ebben a tévében elhangzik, az igaz. Többnyire. A riportalanyoknál nem mindig, de a részünk. Becsüljük meg a riportalanyokat. Tessék? Becsüljük meg a riportalanyokat. Nagyon megbecsüljük, akkor is, hogyha nem mondanak igazat. Annak is van hírértéke, meg üzenetértéke. Én azt akarnám kérdezni, azt mondtad az elején a honvédség fejlesztését, hogy fölgyorsítsuk nagyon helyesen egyébként, hogy ez most, hogy fölgyorsítsuk, az a felszólító mód volt, nem a rossz nyelvtani tudásomból adódóan. De azt szeretném, ugye ennek van egy nagyon jól látható, nagyon örvendetes része, hogy sok-sok új fegyver, és tényleg most már a világszínvonal élén álló fegyverek érkeznek be a magyar honvédséghez. Amit nem látunk, ugye azt szoktam mondani, hogy ez a hardware, amit nem látunk, az a szoftver mögötte. Hogy hogyan alakul át a honvédségnek a doktrinája, alkalmazási elvei? Így van, a felgyorsításnak egyik nagyon fontos része valóban az új technikai eszközök, az új fegyverrendszernek a beérkezése. Szerződéseink megvannak, ezek érkeznek, ahogy tudnak teljesíteni a hadipari cégek, és folyamatosan keresjük a lehetőséget, hogy milyen más olyan eszköz van, ami valamilyen előnyt tud számunkra biztosítani. Nyilván, amit már bejelentettünk, az megy, a többiről nem beszélünk, mert azt mindenki más is hallgatja, ugye vissza az InfoOps-hoz. A másik nagyon fontos része, ez a készültségi erőknek a fokozása. Ez egyrészt jelenti, hogy több erő került kijelölésre, akik rövid idői készelében vannak. A másik fontos része ennek, hogy a készelíti időnk, tehát a reagálási időt, azt visszavettük markánsan. Ugye ez egy minősített parancsom, ezt a kollégák tudják, végrehajtják, tehát azt tudom jelenteni, hogy a nyár elejéhez képest már most több katona van olyan készültségi szolgálatban, hogyha baj van, akkor el kell indulni. A harmadik része ennek valóban a harceljárásoknak a begyakorlása, hiszen nagyon sok időt töltöttek katonáink azzal, hogy a Covid-ban, a migránsválságban segítsünk a rendőrség a belügynek a munkáját. Tehát nagyon sok munkaórát töltöttünk ezeken a területeken. Hál' Istennek a Covid-ot legyőztük, gyorsan lekopogom, mert most ez a helyzet. Illetve arra hívja föl nézőinket, hogy aki teheti, most is menjen és a következő oltást adassa. Így van, tehát azért vigyázzunk, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy és átalakítottuk a kiképzés rendszerét, minél több időt töltünk a gyakorlótéren. Felhasználjuk az ukrán háború tapasztalatait, és természetesen nekünk megvan a saját licenszörödünk, hogy hogyan lehet az új harceljárásokat, az új technikai eszközökkel és a 21. századi harceljárásokat ezt pontosítani. A negyedik része pedig az, hogy a szervezeti változásokat is elkezdtük. Mindez azt jelenti, hogy a force user és force provider funkciót bevezetjük a magyar honvédségbe. Ez azt jelenti, hogy nehéz ezt magyarul elmondani. Tehát a haderőnemek újra létrejönnek egy kisebb vezetési elemmel, akiknek az lesz a dolga, hogy felkészítsék az állományt a harcra és a konfliktusok kezelésére, és lesz egy másik szegmens a haderőnek, aki pedig a műveletekben vezeti ezeket. Egy célom van, minél több kiképzett és bevethető harcoló katonája legyen a magyar honvédségnek. Ezt úgy tudom elérni, hogy az adminisztrációt csökkentem, így tudom a harcoló állománynak a létszámát növelni, ezért több harcoló alakulatot fogunk tudni megteremteni január 1-től, úgy, hogy a törzseknek a létszáma pedig szignifikánsan csökken, hiszen az összlétszámhoz nem változhat, ezt a parlament meghatározta békén. Tábornok úr, az elején azzal kezdtük, hogy több államférfi van, aki a karrierjét, hosszú karrierjét a honvédségbe kezdte.
nem véletlenül, hogy honvédelmi miniszternek és nem hadügyminiszternek hívjuk őket, vezérkari főnökökből és tábornokokból állnak ma jobb országok vezető politikusai vagy vezetői. A kérdés az, hogy vajon az ön katonáinak a hogyan létéről marad-e, aki gondoskodik, és ami nem kevésbé fontos, minden igazi hadsereg mögött van egy olyan egység, ami gondoskodik az eszközökről, itt a hadiparra gondolok. A magyar hadipar, ami valaha volt, időközben megszűnt, újra létezik-e, és a 21. századnak megfelelő kütyüket gyártják-e, tehát a legnagyobb baj esetén is van saját használatra, saját gyártmánya. Ennek a haderőfejlesztési programnak én azt gondolom, hogy ez a gyöngyszeme. Azt szoktam mondani, hogy nem csak elmentünk a boltba és vettünk új játékszerveket a magyar honvédségnek, hanem valóban üzemek kerülnek telepítésre Magyarországra, és 21. század technológia, ugye az Zalaegerszegen már átadásra került az üzem, a elsődleges és másodlagos fegyvergyárunk már működik, az Airbusnak a tartalék alkatrészeit már elkezdték gyártani, és megvannak a szerződéseink, hogyan lesz újra a robbanóanyaggyárunk és lőszergyárunk, ami egyébként a nagy millimétereket, tehát a nagyobb űrméreteket fogja biztosítani, illetve ha minden jól megy, jön a 4x4-es páncélozott harcjárműnek is a gyártókapacitása. Mindez azt jelenti, hogy valóban a kitettségünk sokkal kisebb lesz, mint ami volt ennek a haderőfejlesztésnek a kezdete előtt. Úgyhogy én bízom benne, és ez mindez iniciálja azt is, hogy az oktatásba kerüljönek bele ugyanezek, hiszen magyar mérnökök, magyar technikusok fognak dolgozni. Én tudom, hogy már a cégek már tárgyalnak a különböző egyetemekkel. Nem véletlenül indítottuk el a kadét programot, hogy a 14-18 éves korosztály is elkezdjük érzékenyíteni a honvédelem fontosságára, illetve arra, hogy van karrier és van életpálya a magyar honvédségben minden szakmában. Egy gyors kérdés még, ha lehet, tudom, hogy időnk lassan lejár. Nekem az a mániám már sok éve, és most úgy érzem, hogy itt van az ideje, hogy ismét fölvessem, hogy bár én személy szerint az emberi jogoknak az elkötelezett, nagyon elkötelezett híve vagyok, de úgy érzem, hogy Valók Zoltán miniszter urat idézem, hogy emberi jogok tekintetében a fegyveres erőknél, a honvédségnél kicsit túltoltuk a biciklit. Hogy bizonyos olyan korlátok, amiket emiatt beépítünk a képzésbe és a kiképzésbe, ezeket tulajdonképpen meg kéne változtatni. Mit gondol erről a parancsnok? Érdem dolgoznak ezen, vagy felesleges? Természetesen a mi dolgunk az, hogy az érvényben lévő jogszabályoknak azért nyilván eleget kell tennünk, de a kiképzés közben olyan dolgokat is kell csinálnunk. Tehát a fő cél az, hogy felkészítsük a katonát a harcra. Ezt a meglévő törvények alapján csináljuk, és persze feszegetjük a határokat, hiszen azzal, hogy a katona felveszi a mundiát, így bizonyos jogairól lemond. Ennek igyekszünk érvényt szerezni a kiképzésben is. Búcsú kérdés, ha bár időnk már lejárt, de saját magamat nem függeszthetem föl. Kadettiskolák, továbbképzés, hisz nem attól lesz katona a katona, ahogy mondta az előbb, hogy beöltöztetik őt, és ami a legfontosabb. Nagykövet úrral hetente foglalkozunk háborúkkal, békékkel, és én meg vagyok győződve arról, hisz 30 esztendőt egy olyan országba szocializálottam, ami úgy tudja megjelenteni magát, hogy egyik legfontosabb egysége neki, nem csak a titkosszolgálat és az információszerzés, hanem a légierő. Van-e remény arra, hogy az ön légiereje, a mi légierőnk is életre lép? Folyamatosan fejlődik a légierőnk, ugye a szállítógépek érkeztek, a harci gépeink régóta itt vannak, a kis helikopterek megérkeztek, a nagy helikopterek érkeznek a következő évbe, de hogy milyen a légierőnk, arra hagyj mondjak egy példát. Ugye az, hogy az air policingot, a légtérfelügyeletet az ország felett nyilván egy NATO ernyő alatt mi csináljuk, ez teljesen természetes. De Szlovéniának is csináljuk. Oktatás? Az oktatás az folyamatos fejlődésben van, és ezért kell, hogy a 14-18 éves korosztályt is támadjuk. Ezért vezettük be az ösztöndíjakat, ezért vezettük be az egyenruhát, ezért igyekszünk az egyetemi hallgatóknak is a önkéntes tartalékos rendszeren keresztül különböző jutatásokat adni, ezért vezettük be az önkéntes katonai szolgálatot, hogy aki úgy érzi, hogy szeretne szolgálni Magyarországért egyenruhába, annak számtalan területen erre lehetősége van, úgy, hogy közben nem csak tapasztalatot és értékeket szerez, hanem az ő jövőjéhez szükséges minimális dolgokhoz is hozzá tud járulni a magyar honvédség. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Kedves nézőim, egy honvédelmi embert a
egy tábornokot nem lehet tovább marasztalni, mert menni kell a dolgára, úgyhogy nem miattunk történjen valami rossz. Dr. Russin Szendi Romulus, még reggel is sem volt ideje, hisz kora hajnalban elindult hozzánk. Természetesen köszönöm nagykövet úrnak is, és az ön segítségének is, hogy elkísérték ide, és előre védje meg a hazát, és sem anyagi, sem ember életben ne essék kár senki részéről, de főleg nem a mi részünkről. Egy megjegyzés, hogy tábornok úr először volt a Heti TV-ben, de ígérjük meg, hogy nem utoljára. Bízunk benne, hogy ide ellátogat, és ígérjük, hogy olyan információkat kaphat tőlünk, amit sehol. Megtisztelő, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézők!